Ez mindjárt egy arra való indítvány, amit a legutóbb éppen megszavaztunk, hogy azt a döntésünket vonjuk vissza. Tűzoltó laktanya építés. A legutóbbi, testületi ülésen arról tájékoztattam a testületet, hogy egy olyan igény merült fel az Országos Tűzoltóparancsnokság, vagy az OKF, Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság részéről, mely szerint a tűzoltó laktanyánál további bútorbeszerzésekre, napkollektorrendszer felszerelésére kerülne sor, mindegy 20-25 millió forint értékbe, és ugye az volt a javaslatom, hogy tekintettel arra, hogy magánál a nagy beruházásnál ott eleve terveztünk a kivitelezésbe egy tartalékot, egy általános tartalékot, hogy úgy járuljunk hozzá, hogy amit mi pluszba 7,5 millió forintot hozzáadunk, először annak az arányos részét írjuk le belőle, és csak az követő részre legyen plusz támogatás. Ma tárgyaltam Benkovics Zoltán dandártábornok úrral, aki ezért jött el a kollégáival Marcaliba, hogy ezt tisztázzuk, hogy itt egy tévedésről van szó, egy rossz tartalmú levelet kaptunk, amit holnap ki fognak cserélni, és egy új levelet írnak. Tehát mindaz a pótlólagos beruházás, ami történt, az az eredeti beruházáson felül történik, és teljes egészében az OKF finanszírozza. Vagyis nincs köze az eredeti beruházáshoz, tehát az egy plusz rátétel, plusz 30 millió forint összeg rátétel a marcali laktanyára, éppen azért, hogy ne jövőre kelljen esetleg újra ugyanezzel foglalkozniuk, ezért most a teljes berendezést, illetőleg ezek a napkollektoros rendszereket ráteszik, így ennek megfelelően az előző határatunk is okafogyottá vált, mert az eredeti szerződés ilyen szempontból változatlan maradt, és a tartalék nagy valószínűséggel egyébként egyéb dolgokra, parkolókra, kerítésre, felhasználásra kerül. Tehát a végső elszámolás majd ott meg lesz. Kérdés ezzel kapcsolatban? Ki ezt elfogadja, kérem, készfenntartásra szavazzon. Ellene tartózkodás, egyhangú. Következő egy örömteli támogatást szeretnék, vagy tájékoztatót szeretnék mondani. Ez egy mai e-mail, ami ma érkezett. Tegnap fejeződtek be azok a tárgyalások, és a végső, már visszavonhatatlanná vált folyamat, mely szerint a marszali gyógyszálló építkezése folytatódik. Még az év elején kezdődtek azok a tárgyalások, amelyek arra vonatkoztak, hogy egy új tulajdonos jelenik meg a beruházásba, ami pedig oly módon, hogy a 90%-os CL Hotel Holdings tulajdonából 23%-ot első ütemben megvásárol, és így tulajdonos társá válik. Ez a Ferrobeton Kft., ez egy dunaújvárosi cég, akit alvállalkozóként dolgozott. Ugyancsak része a megállapodásnak az is, hogy ez év végéig, tehát december 31-ig a Ferrobeton saját beruházásban olyan állapotba hozza a szállodát, ami egyértelműen alkalmassá teszi, legesztő így tudok fogalmazni, a téli esítésre, tehát nyillászárokkal, tetővel, mindennel. Ezt követően a Ferrobeton lehetőséget kap arra, hogy további tulajdonrészt szerezzen az izraeli befektetők rovására a Kft.-be, és így történik aztán az egész építkezésnek a további folytatása. Ennek keretében tájékoztatom a testületet, hogy több mint 200 millió forintért vásárolt tulajdonrészt a Ferrobeton a Kft.-be, és természetesen az elővásárlási jogról lemondtam, lévén, hogy nekünk nincs 200 millió forintunk, meg én sem gondolom, hogy szerettük volna megvásárolni. És amitről pedig időszerűvé vált az egész, hogy a tegnapi nap folyamán fogadta be a kaposvári törvényszék gazdasági bírósági része a bejegyzését az új tulajdonosi szerkezetnek, azért nem lehetett eddig róla beszélni. Ez egy tájékoztató volt. Tájékoztatóval kapcsolatban kérdés? Nincs, remélhetőleg augusztus vége, szeptember elején megkezdődik az építkezés. Kérdezem a testület tagjait, vagy folytatódik az építkezés. Kinek van kérdése, interpellációja? Hosszú András. Kérdésem lenne, ugye megindult az útfelújítás a Széchenyi utcában, és tapasztaljuk, hogy egy része kiváló, viszont a Szősz utca és a Lefelejcs utcán a bejárót fölkaparták, de nem csinálták meg is, amikor a
kedves utcabeliek mennek be az utcába, hatosat döccen a kocsi, szinte ki esik a kereke, és szeretném kérdezni, hogy e tekintetben a város lépne, hogy minél hamarabb zárják le, és hozzák olyan szint, hogy ne essenek ki gyakorlatilag sőt az utcába, és a Nefejcs utcába közlekedők, ott lakók és az egyéb városi lakónak az autókerekei. Köszönöm szépen! Szerintem további Kisgyörnyei László, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, szintén az Ősz utcához kapcsolódik az a kérés, amely a lakók megkerestek. A Szilvás utcának a folytatása, tehát az a Horhónak a... nagyon sokan hordják oda a szemetet, és az a kérése az ott lakóknak, hogy próbálj meg az önkormányzat ezt felderíteni, hogy kik hordják oda, és megakadályozni ezt. A másik pedig szintén ezzel a, hogy a Horhó fölött már laknak is, tehát abban az utcában, és ott vannak villanyoszlopok is, és én úgy tudom, hogy az önkormányzatnak kellene kérni azt, hogy oda helyezze neki közvilágítást az oszlopra. Tehát ez mondjuk megkönnyíteni a közlekedést. Nagyon sokan járnak egyébként a hegyekre föl le, tehát főleg az őszi időszakban megkönnyíteni a közlekedést. Köszönöm szépen. További. A Hosszú András természetesen jelezni fogjuk a kivitelező fele, bár azt tudni kell, hogy állami útépül és állami kivitelezésbe történik az egész, de mivel megfigyelőként a műszak vagy városvezető irodának a dolgozói részt szoktak venni ezeken a koordinációs megbeszéléseken, el fogjuk mondani, kérjük, hogy minél gyorsabban, mert valóban az út már kész van, tehát semmi oka nincs, hogy megcsinálták mondjuk a busz megállott jönni, megcsinálhatták volna ezt a kis ezeket a beugró részeket is. Ami a szemetelést illeti a Szilvás folytatásába, a Horhóba természetesen meg fogja nézni a GAMESZ, hogy mit lehet, de hát a tettenérés ilyenkor hát eléggé nehézkes, mondjuk finoman fogalmazva így, de mindent el fogunk követni érte. A közvilágítást illeti az önkormányzatnak épp a testület fogadott el, talán elég hosszú polémia, talán pont Dénes képviselő javaslatára akkor egy olyant, hogy a betonozott utak mellett ott csinálunk csak közvilágítást, és az egyéb utak mellett pedig az önkormányzat egyenlő. Tehát egy ilyen generális döntést hoztunk ezelőtt szerintem egy 4-5 éve még az előző testület. De utána fogunk nézni, megnézzük egyébként, hogy mit lehet csinálni, mondjuk egy-két oszlop még nem akkora, de van egy ilyen érvényes döntése a képviselőtestületnek, másrészt pedig hát egy elég nagy tehát a külterület nagyobb, mint a belterület. Elég nagy szatyrot nyit talán ki. Hát igen, csak holnap reggel jön a következő kérés ugyanezzel. Tehát volt egy ilyen érvényes testületi döntés, vagy van egy ilyen érvényes testületi döntésünk, ha jól emlékszem. De biztos, hogy jól emlékszem. További? Nincs. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Szeptemberben rendes ütemben tartjuk a testületülést, ha csak közben nem történik valami.